Puccsot készítenek elő ellene, állítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A politikus szerint a leggazdagabb ukrán oligarha Rinát Akhmetov Oroszország képviselőivel fogott össze ellene. Zelenszkij az újabb orosz csapatösszevonásról is beszélt pénteken. Egyes sajtótermékek attól tartanak, hogy holnap kitör a háború. Mit kell tehát tudnunk? Azt, hogy teljes mértékben ellenőrizzük a határainkat, és bármilyen eszkalációra fel vagyunk készülve. Szögezte le az államfő, majd azt is hozzátette, hogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, az Európai Unió, Törökország és Kanada kész támogatni Ukrajnát egy nagyszabású orosz támadás esetén. Az ügyben a NATO főtitkár is megszólalt. Szorosan figyelemmel kísérjük a történteket, információt gyűjtünk és osztunk meg, és egyértelmű üzenetet küldünk Oroszországnak. Csökkenteniük kell a feszültséget, és átláthatóan kell tevékenykedniük. Oroszország megfizet, ha erőt alkalmaz Ukrajnával szemben, mondta Jens Stoltenberg. Az orosz vezetés tagadja, hogy támadást készítene elő Ukrajna ellen, ahogy azt is, hogy közel lenne bármilyen Zelenszkij elleni puccs tervéhez. Rinát Akhmetov hazugságnak nevezte az államcsínnyel kapcsolatos híreket.